Na, szép estét emberek. Délután akármit. Újra egy kicsi játék következik, mert ha miért ne. Most inkább az autós játékok lesz lényeg. Meg majd másra is. Próbáljuk ki elsőnek zene nélkül, ha... Level 3. Az szép. Armas szint. Azon nem nagyon játszottam még, na de... Ez az. Így kell csinálni. Hármas szint, ez egy kicsit erős lesz nekem, de... Nem lényeg. Főleg minden szart magammal viszek. Gyakorolhattam is volna egy kicsit előtte, de nem baj. Időre megy, úgyhogy még jól lenne egy checkpointot találni már végre. És van egy olyan érzésem, hogy nem fogom kibírni az első checkpointig se. Kicsit erős lehetett ez talán. User defined course. Mondjuk én nem definiáltam semmit sem. Mondjuk amit látni, hogy ez a kód beírás, ez tényleg az, hogy amit oda beírsz, meg generálsz, az azzal fogsz játszani, tehát nagyjából végtelen számú pályával fogsz tudni játszani, tehát ilyen szempontból az újrajátszhatás egy lehetőség, az nagyon sok, szinte végtelen. Illetve nekem sikerült még időt is beállítsak, meg minden, mint egy ilyen időjárásban legyen, tehát volt köd is itt, meg minden. Nem rossz. Van ebben mindenféle is. Úgyhogy ott átmentem azon a farönkön, ez a varjon senkit, nem sem két farönkön előtte. Nem menétek is mindennek, az is tökő lenne. Mondjuk egy checkpoint is kellene. Ott is van. Király. Ó. Mindig hangok azért annyira nem jók. Itt egy Master System szintű dolgok. Valaki nagyon elrontotta a programozást, de... Hát függetlenül ez a játék kurva jó. Egy szabvány Outrunnál sokkal... Mint abban az értelemben jobb, hogy... fix pályák vannak, mert nem ide lehet generálni is, vagy minden. Akkor ezt gyakorolhattam volna, ha már itt vagyok, de tényleg. But doesn't matter, I finished the races anyway. Nem igazán akad, minden szép. Hogy pattolok a picsába a pályán össze-vissza. Grafikailag szép, de nem
annyira elgetrengető, azért azt is nézzük. És van benne két játékos mód, amiért megvettem, ugyanis például az Outrun 2019-ben semmi ilyesmi nincs. Itt van 5 pálya, meg millió játszhatóság, millió út, de mégiscsak ez mivel jobb, hogy itt legalább generálhatsz pályát, építhetsz sajátot is, meg minden. Úgyhogy lényegesen jobb. Meg hát sokkal olcsóbb, mint egy Outrun játék, azt is vegyük figyelembe, még hogyha zene meg hang egyszerre nincs is, amit szerintem már párszor említettem ezzel kapcsolatban. Nem mutatok egy kis érdekességet, amit ugye programozók extrákon beleraktak. Meg ami még jó ebben, hogy vannak olyan pályák, ahol például az időjárás is beleszól, a jég, meg az ilyenek, hogy csúszik az út, meg szél van, akkor kicsit arrébb löki a kocsit, meg mindenek. Meg ilyen futurisztikusabb pályák is vannak, szóval amint nem pont ilyen sima útok, hanem egy másfajta pályán játszódik. De van itt is városos, mert minden franc, szóval nem mondhatni, nem változatos. Mondjuk azt nem tudom, hogy egy ilyen farönkön egy kocsi hogy ugrat át. Mert hogyha én a kocsival nekütköznék egy ilyen farönknek, akkor valószínű, úgy ahogy van, széttörnék a francba, és valószínű én is ott maradnék, de itt ebben a játékban kicsit meggyorsít. Összességében gyógyos, mert két játékos módban is így viszintesen elfelezi a képernyőt, és akkor felső vagy te, az alsó meg a második játékos. Nem rossz. Igen, itt lehet egy kört, amit itt generálsz. Nagyon erős. Kézi váltóval is lehet menni, az se rossz tulajdonképpen. Meg ennél is jobb az Outrunnál, hogy mondjuk itt több kocsi van, igaz, hogy csak Lotus és 3 fél, de legalább van választás. Na, legyen mondjuk ez. Ez ugye elég rövidke lesz. Akkor, hogyha egy kocsival vagy, akkor az összes többi is ugyanaz. Ezeknek kellemes a dolgok, mert kivéve a negyedik, mert az ugyanaz, mint a főcím képernyőn a hatózatban, de semmi kívülő nincs benne, mert mégiscsak elhallgatható. Csak tényleg sajnálom, hogy a hangot meg a zenét egyszerre nem lehetett megcsinálni, nem tudom miért nem. Mondom, hogy jó, abszolút bele lehet merülni. Benne. Nem úgy, mint hogy én teszem. Felborulni nem lett benne meg semmi ilyesmi, de nézzük el neki, egész jó ez. Azaz egy elég szoros idő van, időbeosztással mondjuk, ahogy nézem. A szerkesztőt még nem próbáltam ki, megmondom őszintén, mert és elég jó dolgokat tud kiadni, ami a magában külön a játékban. A pályaszerkesztőt csak azoknak, ahol mondom, akik még többet szeretnének nézni a játékban. Nem tudom, hogy látszol. Bár akkor beszélni is nagyon lenne érdemes. Még mondjuk, amit vettem például most, hogy egy rendes Y-on elosztottam azt a házi barkácsfost, ami nekem eddig volt. Most már nem félek attól, hogy esetleg rövid záros lesz a valaminek a kimenete vagy a bemenete, és el tudom elcsesződni valamit. Most már korrektebb. Thank you.
jó fékhatást érhetsz el akkor is, hogy csak leveszed az ujjad a gázról, a gázgombról. Na, rövid volt. Ó, és van a következő. Legyen ez most. Semmi 3D. És akkor miért választottam zenét, hogyha vége a pályának? Na nem baj. Hajrá. Bye.
Super Mario Kart. Mondjuk azt tudjuk, hogy az pont ilyen, hogy a hasonló kategóriába esik. És az is külön négy játékos összeg a kiegészítő, de hát ezt mondjátok ki, hogy arra bejelzenek. Talán valakiért. A négy játékos dolga leginkább a focihoz lenne, vagy az ilyesmihez. Nagyon sok egyéb játéka nincs, amelyik a négy játékost fogadna. Ami jó lett volna, hogy például a tengely gondol arra, a tengely gondolják, hogy például a Pit Fighter ez egy három játékos kiegészítő, abból is lehet, de hát meg abból is lesz külön egy hasonló videó szerintem. Még ez sem lesz az utolsó, amit majd csinálok. Játékot, hanem így külön. És akkor most már a következő pálya. Esik is. Vannak benne egészen frank ilyen időjárás effektek is, amik meghatározzák, hogy egy csúszni fog az időt a picsa. Sok pálya nincs hátra az első szintből. És most lesz ez a szél, a szeles pálya, ahol vannak ezek az ördögszekerek, mindig néha így keresztül jönnek az úton. És ahol látszik, hogy így jobban fúj a szél, ott majd fogja is fújni az autót. Nagyon jó ellen kell neki kormányozni, mert tömeg is többet belerakni kellett volna, hogy sem. Én is felejtem, hogy az időt nézni, csak azt mondom, hogy gyorsabban meg is ugyan a magyarokat. Féket nem tudnak kell használni. Én tudom, meg ilyenek is csak meg is sajnos. Itt van a szél, most egy
speedrunban nagyon nincs. Kanyarodásnál legalább nem kell annyit. Magától is megy. Gond nincs vele. Hát ez rövid pálya lesz. Itt már havazik. Hasonló, mint az első, csak egy kis palettaváltás, tehát egyszerűen meg lehet oldani tulajdonképpen ezt az egész időjárásváltást. Nem kellett nekik törni magukat, hogy itt legyen a foglalkozók. Mennyit vettem föl. Most jelenleg a videóra, ez meg 160 ember, szóval ajánlom a bendikemet, egész jó cucc. Köszönöm, hogy a felmondásból veszek föl vele, de ide elég lesz. Most minden megyek föl, de rosszul így szerint a tervezőn, hogy akár nagyon felmondásból is egy olyan helyet hozott, ami ennek 3x2, akár nagyon felmondás, 220-200. De nagyon az audióra sem kell sok minőség. Csak beszélni van, hogy ilyen FM szinti hangok. Egy fülhallgató, meg hasonlók, teljesen feleslegesek. 1864-ben meg a Drive-játékben fog sok olyan baktérzőt a Marvel-ben. Úgyhogy dolgozott professzionális felelődő eszközökkel. Tényleg ugye kis tepisztelt volt, de we'll be right back.
háttérzajnak is jó. Sok értelme nincs, de... Sokat dolgozunk. Szereplő is, de még nem tudom, hogy mikor, még elég képlékeny a dolog. Na, még egy kör van hátra, azt végén a helyben is. Aztán átváltok sima hangra, mert viszont bárki szeretné ezt az előtt, hogy játszol a legtöbb. Így. 5 a 7-ből 11, akkor ez jó hosszú lesz. Ó, Master System, PSG, imádlak. Változik a gázolás hatására. Vagy érdekes, hogy ez a fajta versenyautós játék szisztéma, ez mennyi játékban használható, amit ez ahogy kinéz. Hogy tulajdonképpen a Nintendo, sőt még talán az Atari óta nem változott. A 2600-ason is voltak olyan hasonló kinézetű játékok, nem pont ilyenek, hanem úgy az alapszisztéma, mint például azt hiszem, volt egy Activision játék, ami valami hasonlót tudott egy kinézetre, amit azt hiszem most a neve, de az például egész hasonló volt, időre ment. Ugyanígy néz ki, majdnem csak ott, csak annyiban mások, talán hogy ott vannak dombok is, meg itt meg nincsenek. És mégis az jobban akad. Itt azért annyi minden mozgás pedig nincs. Azt a visszajelzést is hallottam egy-két embertől, hogy a sportjátékok azért annyira nem jönnek be sokaknak, meg hogy nem annyira izgalmasak, de gondolkodtam mégis azon, hogyha időm engedi, akkor néha egy-két ilyen NBA live-os, meg FIFA-s mérkőzést azt csinálnék és feldobnám. Mondom, ilyen háttérzajnak, meg ilyesminek jó, hogy kommentál, vagy legalább valami beszéd legyen alatta.
mert például az EA Hokis videóból tudom azt, hogy csak így egy ilyen pucér játékos videó, az úgy nem itt semmi extra nincs alatta, csak a játék még kommentás, ez annyira nem izgalmas, legalábbis a magyar közönségnek. Mert ugye én exkluzíve csak magyarul csinálok videót, angolul még nem próbáltam meg. De eljön majd annak is az ideje. Annyira nem vészes az angolom. Ezt azért meg kell hagyni, de nem tudom, meg érdemes-e vele próbálkozni. Meg én Minecraftos, meg ilyen szarokat tőlem nem fogok látni. Mert exkluzív, inkább konzolos dolgokat szeretek csinálni. PC-s egy se olyan nagyon gyakran. Inkább jó az a Mega Drive, jó az a Nintendo. Meg még ami esetleg később jön, emulátoron, meg játéktermi játékokon is gondolkodom. Csak egy-kettőt jól lenne működésre bírni, például Wild Stormot. Ahányfajta verziójú rompakot leszettem, mindig se akart menni rendesen. Így aztán azzal nem is tudok játszani, pedig szeretnék. Nagyon jó sok és sok videó van fel róla, amin végig játsszák, és zavar, hogy nem tudok vele játszani. Még egy pár ilyen verekedőset. Mi nekem ma esetleg verekedősen bittem a pot, nem ilyen Street Fighter-szerűt. Nem is jelzi semmi, mikor kanyarodik az út, vagy mikor nem. Szóval... Na, ez egy egész jó kör. Bár sok időt nem adott. Remélem sikerülni fog. De ahogy látom, ez nem egy olyan hosszú verseny. Perfekt. Mennyi időm maradt még? Még én visszaszámolom a hobokos valamit, ezt most hallom először. Ej, de jó poros már a Sega. Ez a bakker, ez úgy fogja a port, mint az atom. Na és ez az a futurisztikusabb pálya, amiről beszéltem. Ezt nekem még nem nagyon sikerült megcsináljam. Vannak benne jó kis lassító sugarak. Vannak ilyen turbósávok is emlékeim szerint. Jaj, be az utamban. Miattad nem tudom megcsinálni a versenyt, érdekes lesz. Még megint a gáz se kell nyomni, mert turbózik, mint a fasz. Azokban a sugarakba belemegy az ember, akkor lelassítják, ami nem teljesen szerencsés, mert amikor ezzel a pályával legutoljára játszottam, talán ilyen 2-3 kocsi távolságnyira voltam a végétől, hogy megcsináljam. Szóval talán 2 másodperc, ha kellett volna ahhoz, hogy sikerüljön, de hát így jártam. I must express my focus. Oh! Bőven van még időm. Ez a hosszú, hogy ez szakasz. Ilyen volt benne? Minden bizonyra kellett legyen. Úgy. So far so good. Oh.
Nem csúsztam ki. 94, egyre jobb. Nem baszom el. Úgy is garantálható, hogy elcseszem, mint ahogy szoktam. Mindig jól megy, és pont a vége fele nem fog menni, főleg, hogy ez a gyökér ide bejön elém. Ezzel értékes másodpercet veszít az ember, ami később megbosszulja magát. Amúgy nem is kell gyorsítani a turbósot, mert nem mondom. Már azonban mindig ezek a hülye lilák. Kávézést le lehetne állni közben, kis túlzással. Nem eszeveszettő hosszúak ezek a pályák. Erről beszéltem, azt így benyomod, akkor lelassít meg kisodrót. Nem szerencsés. Elég nem vagyok. Nem lenne jól elbaszni. Szóval töltsétek ezt a jártok hosszú. Ha középen maradtok itt, akkor nem fogtok kisorgódni nekem ez a formában. Hoppá! Mint hogyha változna ezeknek a sebessége. Hogyan haladnék előre. Na, várjatok egy kicsit. Na, folytassuk, kis kitérő után volt egy kis dolgom. Na. Remélem nem zökkentem ki teljesen, úgyhogy. Faszom. Azt sem tudom, merre tartottam a pályán. Eszembe jutott egyébként, hogy kellene még egy kosaras játékot vegyek, vagy kettőt. Hogy? Mindig pont akkor kell mindenkinek megjönni, amikor én idehozom, hogy igen, hogy... Megettem ilyen trüffelszegű akármit. Meglehetősen jó volt. Mondjad, anya, nyugodtan. Ja, az nálam nincs. Legalábbis nem olyan mozacskó. Van itt valamilyen szövetzsák, tudod, amilyen boltos akármi, de... De azt most nem tudom odaadni. Ó, faszom, haladunk. Egész könnyűnek tűnik most kivételesen. Amikor eljátszottam vele, legutóbb sokkal nehezebbnek tűnt. Na mindegy, szóval... Lényeg, hogy ez egy nagyon zsíri játék. És sok minden játéknak a portját írhatták volna rá, hogyha egy kicsit is őrültebbek. Amikkel majd fogok játszani emulátoron, mert a kazik belőle nagyon drágák. Tetszeni fog nektek az is. Az egyik az hasonlóan néz ki, mint a Diablo, ilyen izometrikus hack and slash. Legalábbis az olyan, amire így gondoltam. Meg ilyen robotos játékok is egészen korrektek szoktak lenni. Nem az útra, mert meggondoltam így ez alatt, hanem... 42? Az lehet, nem fog menni. Legalábbis, hogyha tudom, hol van a checkpoint, akkor lehet menni fog. Már nem. Másodperc időkéslekedés is igen érzékenyen érinthet bármit.
17, 16. 12, gyerünk. Menni fog. Menni fog. Yes! Ez az! Fuck yeah! Egybe akartam a videókat csinálni. Húha. Kreditek. És jutottam el eddig. Te Patrick félem, miért nem tudtad megcsinálni ezt, hogy egyszer legyen a zene és a hang? És erre a teszterek még nem hívták fel a figyelmet. De ez egész szép. Na ezt megvárom, amíg végig fut. Well done! Az Earthworm Jimmy 2-ben a teljes pálya vége. 93-hoz képest ez egész is egész jónak tűnik. Na. Próbáltam beírni, de oda nem engedte. És megy! Ez az! Van ebben egy ilyen nagyon frankó kis... vagy nagyon frankó kis beépített játék, ilyen kis mini játék. Ilyen kis shoot'em up-szerűség. Kicsit olyan, mint a Millipede, vagy Centipede, vagy kinek melyik tetszik. Nagyon zsír. Most tetszom ezzel így először. Ez az. Ó, nem egyszerű ez. Ezt egy külön játéknak is fel lehetne fogni, ez nagyon király, hogy belerakták egy kis extra a végére. Minden nem gyakoroltam rá, mert most először tudtam meg, hogy ide egyáltalán hogyan lehet eljutni. Szóval tulajdonképpen két játék az egyben. Csodám, hogy erre volt idejük a programozóknak. De inkább ez, inkább azt mondom, inkább egy extra játék, mint például zene meg hang egyszerre. Ezt még el tudom viselni. Mert legalább valami kellemes kis extrát adtak a játékhoz. Oha, szóval elég nehéz. Game overig megyek, aztán ennyi lesz ez az egész. Szóval
király. Ezt a játékot ajánlom megvenni, meg úgy minden. Na, sziasztok.